Az egyik szekszárdi nézőnk küldte ezt a videót. Jól látható, hogy az épület komplett tetőszerkezetét bontotta meg a szélvihar a hétvégén. A Kinizsi utcában pedig 4 parkolóautóra dőlt rá egy hatalmas fa. Bár az ország egész területén tombolt a csaknem orkán erősségű légmozgás, de különösen a Dunántúlon, így többek között Tolna vármegyében okozott jelentős károkat. A viharos szél kárainak felszámolása jelentette a legnagyobb munkát Tolna vármegye tűzoltóinak. Itt a hivatásos, az önkormányzati önkéntes tűzoltók, továbbá az önkéntes mentőcsoportok tagjai is mind 379 esetben mentek összesen. Tehát Tolna megye lakosságának védelme érdekében ennyi beavatkozás történt február 4-én, illetve február 5-én. Hétfőn pedig még mindig zajlott a hétvégi károk felszámolása a Tolnai vármegye székhelyen. A gyakran 100 km/órás sebességű szél gyökerestől fordította ki még az egészséges fákat is, amik sok esetben kerítéseket döntöttek ki, járművekre vagy az úttestre borultak. Nem ritka, hogy értelemszerűen teljes utakat, utcákat zártak le a kidőlt fák, így ilyen formában ugye közvetlenül a lakókörnyezetet, valamint a jármű és gyalogos forgalmat is veszélyeztették. Ezek felszámolása folyamatosan gyakorlatilag napirenden volt a két nap pont illetően. A szóvivő hozzátette, hogy személyi sérülés a két nap alatt szerencsére nem történt. A hétvégén a viharos szél okozta károk mellett egyébként 7 tűzesethez is riasztották a lánglovakukat Tolna vármegyében.